20 évesen aratta első sikereit, most következő vendégem, és még 25 sem volt, már felléphetett a New York-i Metropolitan színpadára. Hamar szárnyára kapta a világhír, amikor ünnepelt drámai szopránként Maria Callashoz hasonlították, akkor erre állítólag büszke is volt, meg nyomasztotta is a dolog. Sass Szilvia vendégem, akit régen láttunk. Nagyon eltűnt az utóbbi pár évben. Igaz az, hogy elköltözött Magyarországról? Részben igaz, mert Franciaországban egy házat vettem, de természetesen itthon is van lakásom, és itthon is nagyon gyakran vagyok, de egészségügyi okokból nagyon fontos volt, hogy különösen a téli hónapokban olyan helyen legyek, ahol meleg van, és ahol gyógyulhatok. Mi volt a baja? Lehetett erről olvasni, legalábbis az újsághírek szerint, hogy nyirokmirigy rákja volt, és a tüdejében is találtak daganatokat? Ez nyirok daganat a tüdőben, 7, majdnem az egyik 2 centis daganat volt. Egy ilyen különös betegség, amelyik, hát ugye nem tudtuk, hogy rák, vagy jóindulatú daganat-e, de mindenképpen már elég nagyok voltak ahhoz, hogy elég veszélyes legyen. Hogy derült ez ki? A butaságom története. Egy konyhabútort lefestettem egy olyan kültéri festékkel, amit nem szabad lett volna belül használni, és emiatt begyulladtak. Na most én már több mint 10 éve panaszkodtam, hogy valami baj van, állandó köhögések, különösen éjszaka. Ez is kiderült aztán, amikor egy csodálatos doktorbácsi végre felfedezte, hogy mi bajom van, hogy azért, mert ahogy fekszem, nyomják a daganatok a tüdőt, és ezért volt az állandó panaszom. És ez a bizonyos festék hozta ki? Ez a festék begyullasztotta, és akkor már tényleg olyan elviselhetetlen fájdalom volt, hogy elmentem orvoshoz. Ők is semmit nem vettek, mert nem nagyon lehet észrevenni, még röntgenen sem. Csak hogyha CT-t csinálnak és megfestik, akkor viszont rögtön észrevehető volt, hogy elég nagy daganatok vannak. Hány éve derült ki, hogy beteg? Így évszámokkal én mindig bajban vagyok. Azt hiszem kb. 4 éve, vagy 4, most már talán 5. is. És most már abban a stádiumban van, hogy gyógyultnak tekinthető? Doktor úr azt mondta nekem, hogy ugyan állandó kontroll szükséges, de most úgy tűnik, hogy ez nem rosszabbodik semmit. Ezek ott vannak, ezek a daganatok, de így ilyen, ahogy nekem magyarázta, egy messzes réteg veszi körül, és hát remélhetőleg nem növekszik többet. Megműteni nem lett volna tanácsos? Nem, egyrészt nem is engedtem volna, másrészt pedig nagyon rossz helyem az egyik az aortánál volt. Tehát nem is lehetett volna semmi. Mondja, ez a pár év hajsza volt a túlélésért, vagy bizonyos periódusokban beletörődött akár a menthetetlenbe is? Tehát, hogy gondolta arra, hogy ez menthetetlen? Ez nagyon érdekes volt, hogy amikor először az első hónap kontrollról jöttem haza, és akkor rákérdeztem, hogy na hát, hogy kisebbednek a daganatok, akkor most már biztos lehetek benne, ugye, hogy ez nem rák. És erre azt mondta a doktor úr, hogy ezt nem mondhatom. Na most hát akkor volt az, hogy nagy sírás, rivás, megjön haza a párom, mi baj van? Hát mondom, azt mondta a doktor úr, hogy 90%, hogy jó indulatú daganat, de 10%, hogy rák. És akkor rám néz, azt mondja, mondd, te ennek a 10%-nak drukkolsz? Mert igenis rajtad múlik, hogy most ez milyenné alakul. És akkor megértettem, hogy nekem aktívan részt kell vegyek minden hitemmel, hogy én meg akarok gyógyulni. Ezért is költözött el, hogy a levegőváltozás az a gyógyulást esetleg segítheti, vagy gyorsíthatja? Hogyne. Nem, hát ez egy, erre nagyon oda kell figyelni ezek után. Ha lehet állandóan jó levegőn lenni, a tél mindig egy nagyon nagy rizikó, most is azért volt egy kis zűr. Sajnos a hörgők nagyon könnyen begyulladnak, és az aztán megint bajt csinálhat, tehát vigyáznom kell. Igaz az, hogy már-már ráment erre a hangja, erre a betegségre? Énekelni végig még a betegség alatt is énekeltem olyannyira, hogy Londonban a Magyar Intézetben és a Párizsi Magyar Intézetben koncertem és kiállításom is volt. Tehát énekelni végig tudtam, de hát nagyon nagy gondjaim voltak a levegővételekkel, állandóan vízhajtózni kellett, mert borzasztóan meghíztam 18 kilót föl, egy vizesedés kezdődik az ember szervezetébe a szteroidtól, és hát felismerhet. 18 kilót hízott? Igen. Felismerhetetlenségig az arcom eltorzult minden, alig tudtam járni. Fájdalmat is el kellett viselni? Igen, igen. Ezt érdekes módon régen mondtam, hogy állandóan fájt a hátam, és
ez a köhögés, ez állandóan volt. Aztán hát ugye mindenki allergiának hitte, és amikor ez a bizonyos begyulladt állapot volt, akkor borzalmasan fájt. És akkor volt, hogy a párom kitalálta, mert hát ő masszírozgatta, hogy a krémet, amit rám tett, az ilyen fájdalomcsillapító krémek voltak, akkor mindig rajzolt a hátam a krémekkel. És akkor látod, ez a szeme, ez az orra, és mindenből valami viccet tudott csinálni, hogy nevessek, hogy a nehézségeket is úgy tudjam elviselni, ahogy keresztül jussak ennek rajta. Ellenére volt olyan pillanat, amikor föladta? Nem, soha, egy pillanatra sem. Én végig azt hittem, hogy a Jóisten nem akar kiszúrni velem, csak meg akar valamire nagyon tanítani. Milyen következtetése jutott? Változott-e egyáltalán bármit? Nagyon változtam. Rájöttem, hogy eddig én mindig mások álmainak akartam megfelelni. Az édesapáménak, az embereknek itt Magyarországon, hogy még nagyobb karrier, még nagyobb, több helyen nagyobb dolgokat csinálni. Hagyj döntsem már én el, hogy én mit szeretnék, hogy az én lelkemnek mi megfelelő, hogy én melyikkel érzem jól magam, melyikbe vagyok boldog. Én úgy érzem, hogy az a 20 év, amit a világ legnagyobb színpadain énekeltem, az egy nagyon szép teljesítmény volt, és én nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy megengedte. De most már hagyj döntsem el, hogy én hogy szeretnék élni. Tehát a világ azt erőltette magára, úgy érezte, hogy még tovább, igen, még feljebb, igen, még többet. Igen, azt várták tőlem. Rájöttem, hogy mindenki a maga álmát szerette volna bennem megvalósítani. Mint ahogy arra is rájöttem, hogy nagyon sokan, akik úgymond haragudtak rám Magyarországon, nem rám haragudtak, az ugyanaz volt, mint a Petőfi Szamara. Hogy valakin ki kell tölteni, ami az ő saját keserűségük, a miért haragudtak? Haragudtak magára, úgy észlelte? Hogyne. Ez nem is haragvás volt, hanem én voltam szinte az első generáció, amelyik egy kicsit már mehetett, amelyik már egy picit lazább lett a politikai nyomás. Az előző generációnak ez nem sikerült, mert hát olyan világban éltek. Tehát irigyelték, hogyan utazhat? Egyáltalán az, hogy nekem már lehet. Most ez nem is okvetlenül nekem szól, ez a saját életükkel való keserűség, hogy ők is méltóak lettek volna rá, ők is tehetségesek, és mégsem tudták ezt megcsinálni. Ezt naponta konkrétan is megélte? Tehát igen. Mikor az Operaházban tag volt, mert 6 évig, 7 évig, ugye, tagja volt a Magyar Állami Operaháznak, ott is észlelte, igen, hogy amikor hazatér egy-egy túráról, egy-egy külföldi vendégszereplése, akkor milyen, megfagy a levegő szinte, igen, maga körül? Igen, meg kell, hogy mondjam, néhány ember meg nagyon tiszteletleméltóan, nagyon segítőkész volt, nagyon kedves volt, de azért a 90% nem. A sikereit vagy a pénzét irigyelték? Ezt nem tudom. Mert ugye ezek a vendégszereplések azért jóval magasabb gázsival, igen, jártak, mint amit itthon akkoriban keresni, igen, lehetett, meg még talán ma is. Igen. Nem tudom, ezt én nem tudom eldönteni. Egy jó darabig ezek a dolgok nekem mindig magamba tartottam, nem beszéltem róla, nagyon fájt, rosszul esett. Ez változott meg a betegség óta, hogy ami fáj, nem agresszíven, de elmondom. Mert rájöttem, hogy nagyon sokszor azt hittem, hogy az emberek értik, hogy mit gondolok, vagy mit érzek. Nem, az embernek azt is el kell mondania, ha hálás valamiért, ha szeret valakit. Nem egyértelmű, hogy azt tudja. És hányszor lesz az életben, hogy már nem tudom elmondani. Már 2-3-szor is jártam így, és azóta is rág a lelkemben, hogy miért nem mondtam meg nekik, hogy nagyon köszönöm, hogy ez nekem hatalmas dolog volt. Tehát magáról egyébként is mindig az volt az ember benyomása, hogy egy olyan zárkózott, igen, típus. Tehát igen, a 3 lépés távolságot, mintha mesterségesen is fönntartotta volna. Ez egy ilyen védekezési rendszer volt inkább, mert nagyon érzékeny voltam mindig is, de hát ez a művészeknél ez valahol természetes. És ott, ahol most él, tehát Dél-Franciaországban, egy kisvárosban, ott mivel telik egy napja? Hát a gyakorlás elsősorban, de emellett hát most végre megcsinálom a website-ot, aztán hát a festés természetesen, és hát nagyon szép meghívásaim vannak, ami tényleg elmondhatom, hogy nagyon nagy megtiszteltetés. Például, tehát jár énekelni, de például operaszínpadokon, ha jól olvastam, nem vállal már fellépést. Nem, hát ahhoz azért nem csak szép hang, hanem egy komoly fizikum is kell, hogy azokat az ember a próbákat végig tudja csinálni. Nem, azt nem szeretnék. Koncertezni nagyon szívesen, újra nagyon szívesen csinálnék CD-t, méghozzá magyar programból, de
mesterkurzusokat föltétlenül szeretnék tartani, és most egyre többet hívnak a világ legnagyobb énekversenyeire, és méghozzá a zsűri elnöknek, ami borzasztó nagy megtiszteltetés. Most novemberben voltam Chilében, Viña del Mar-ban, Luigi Alva-tól kezdve Veronica Villarroel, ilyenek választottak meg zsűri elnöknek, és most a következő meghívás ilyen jellegű, az São Paulo-ba lesz jövőre, ahol a Maria Callas énekverseny zsűri elnökének hívtak meg. A hangja még a régi? Nézze, mindenki változik, sokkal mélyült a hangom, sokkal drámaibb, és hát ne felejts el, azért 53 éves leszek. És én még nagyon régen mondtam egy ilyen nagyon furcsa nyilatkozatot, akkor még nagyon fiatal voltam, hogy 25 évig szeretnék énekelni, mert utána még nagyon sok minden mást is szeretnék csinálni. Akkor nagyjából ezt betartottam. Betartottam, igen. Itthon miért nem lép föl, vagy legalábbis miért nem lép gyakrabban, az operaházban, vagy bárhol másutt? Én fellépek, például júniusban volt a Miskolci Opera Fesztivál, ahol tavaly, ahol egy Bartók koncertet adtam, és a színházban a képeimből kiállítás is volt. Vagy Tisza Dobi Fesztiválra, amikor hívtak, hogy koncertezzek együtt Hauser Adriennel egy Liszt programot, boldogan elvállaltam. Tehát azt hiszem, hogy én demonstrálom mindig, sőt, amikor a Solti emlékkoncert volt az Operaházban, akkor boldogan eljöttem, pedig akkor közvetlen költözés után jöttem haza a Kékszakálló Hercegvárát énekelni. De az Operaházban, ott nem látható. Az Operaházban volt ez a koncert. Ez ott volt, de az Operaházban mondjuk operában, vagy... Nem, hát ezt nem az én tisztem eldönteni, mindenképpen én jeleztem, hogy én nagyon szívesen jövök. Nem keresik magát? Nem, de hát mondom... Ma is úgy érzi, hogy nem kedvelik magát még? Igen, igen. De nem a közönség. A közönség az tulajdonképpen állandóan jelez. Ennyi év után se bocsátottak volna meg? Nem tudom, ezt nem az én dolgom eldönteni, tényleg. Az én dolgom az, hogy ami az én feladatom az életbe, az szorgalmasan, becsülettel csináljam. Aztán, hogy ki, hogy ítéli meg, ez már az ő dolga. Sokat hivatkozott élettársára, akinek sok mindent köszönhet, mit mondta. Akkor most jól jegyzem, 1, 2, 3, ő az ötödik férje? Nem a férjem. Én háromszor voltam férjnél, illetve hát négyszer, de kétszer ugyanahhoz mentem hozzá. Tehát, igen? Igen? Kétszer ugyanahhoz? Igen. Három férjem volt. Most elhatároztuk, hogy ebből már nem csinálunk házasságot, mert nem azon múlik. És ő is ott él magával Franciaországban? Igen. Ennél nagyobb igazolás, mint azt, hogy a betegségben pedig én küldtem, hogy menjen el. Én magam mondtam, hogy ezt neked nem kell végignézni, ez annyira váratlan dolog volt, ami történt. És ő soha nem mondott rá semmit, csak szépen maradt és segített. Úgyhogy nekem ennél nagyobb igazolás, mint hogy most elmenjünk és egy papírt csináljunk. Ő mivel foglalkozik? Ő is énekes. Ja, hogy úgy? És akkor együtt is gyakorolnak otthon? Ó, nem engedi. Hogy? Hát ő gyakorol a maga idejében és helyén, és én gyakorolok az én időmben és a helyemen. Még hallgatni sem szabad? Vagy kritikát mondani? Nem szereti. És maga tűri, hogyha ő mondjuk meghallgatja és mondja a véleményét? Tűröm, de külön gyakorolunk. És nem is azonos időben, a szomszédok nagy örömére. És ez a tengerparton van valahol, nincs, vagy szép helyen? Olyan 25 kilométerre van a tengertől, ami azt jelenti, hogy nagyon gyakran, hogyha olyan idő van, levisz sétálni. Világviszonylatban énekesként hol tartják számon ma magát? Hát ez megdöbbent, hogy mennyire elől. És ez végtelen jól esik. Most elmondok olyan titkokat, hogy az interneten rendszeresen cserélgetik a régi felvételeimet. De most már szóltam, hogy, mert ugye ezek tilos felvételek, most már szóltam, hogy én is kérek szépen belőlük, mert nekem is kedves emlékek ezek. Hát ennek komoly, hogy így mondjam, keletje van az interneten, tehát a New York-i Toszkától kezdve minden megvan. Úgyhogy nagyon nagy öröm és visszajelzés most ezek a versenymeghívások is, hogy milyen tisztelettel bánnak velem, és ez nagyon jól esik. A saját gyerek soha nem hiányzott? Ezt én úgy fogom föl, hogy az, hogy nem jött össze, vagy valami probléma volt, én nem ágálok a sorsom ellen. Szóval biztos oka volt, hogy az úgy alakult, és nem fájt soha, hogy nem jött össze. Szóval lett volna, de akkor mindig valami komplikáció volt, és aztán
így alakult az életem. Viszont azzal, hogy elkezdtem tanítani viszonylag nagyon korán, így tulajdonképpen egy családom nőtt, mert feléjük valahol olyan érzésem van, mintha az én gyerekeim lennének. Tartják is a kapcsolatot? Állandóan. Ha most abban a periódusban lenne, hogy nem lenne boldog, megmondaná ilyen nyilvánosság előtt? Hogyne. Tehát akkor vegyük úgy, hogy minden nagyon rendben van, Sas Szilviával. Jó volt látni egy pillanatra, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Szívesen.